Sziasztok! Ez itt a Bögre csatorna. én Balázs vagyok, és folytatjuk az Árpád házas Crusader King's 3 A 33. epizóddal Krisztusi korba lépett a csatorna, helyett maga ez a sorozat, hiszen itt a 33. rész. Ü, első megjegyzés, ami egyáltalán nem fontos, de wow. Mondtam, hogy Kassziria szét fog esni, nem gondoltam, hogy ennyire. Te jó ég. Azért ez elég kemény. Simán darabokra esett. Cassini, Aquatén, Toulouse, Franciaország, ez mind alá tartozott. Na a másik probléma viszont, ami, ami tényleg probléma, hogy haldoklunk. Továbbra is azt írja játék, hogy haldoklunk, bár most már azt írja itt, hogy az, a, az életünk, az az egészségünk az, az, az rossz, púr, viszont nem dying, ahogy, ahogy az előtt volt, hogy segített volna rajtunk az új udvari gyógyászunk. Az előző udvari gyógyász egy idióta volt, de Pali, Pali megmentett minket picit a halál torkából. Viszont kettő darab olyan van, ami sever penalty, a botched wound treatment és az infected wound, tehát hogy elszúrta a beavatkozás az előző emberünk, aki azt hiszem a káplánunk volt, vagy a pátriarkánk, tehát ő nem is szeret amúgy, szóval jej. A másik pedig maga az, hogy elfertőződött a sebünk. És delikat is vagyunk, mert miért ne? Hogy állunk frakciókból, abból éppenséggel jól, bár minden, no, mindenki gyűlöl. De azt hiszem rettegnek tőlem, mert azért kivégeztettem pár mert... Ja, Jó, oké. Okay. Na jó van. Uh, mit szeretnék most csinálni? Szeretnék túlélni. Ja, ez lenne a legfontosabb, hogy, uh, hogy túléljük most ezt az elkövetkezendő éveket. Igazából vagy túlélek, és akkor sokáig fog uralkodni. Vagy pedig meghalok, és jön Gabriel a trónra, aki... Hát egy kisgyerek, 8 éves. Szóval... Én most nem fogok belekezni semmi nagy háborúba meg ilyenekbe. A katonákat is tartalékolom, a pénzmet is tartalékolom. A pályatim folyamatosan csökken, azért mert szadista vagyok. Nagyszerű. szerű uh, úgyhogy lássuk, hogy mi lesz ebből. Szintén kíváncsi vagyok rá. Ne felejtjétek, hogy ha még ezen túl valami kontent, akkor a Vordiclert, fantasztikus Moráviáért jönnek. Méghozzá Bohémia. Mondjuk ez logikus, még csak haragudni se tudok rá. Szóval, ha érdekeltétek kontent, akkor patronon található most már egy egész vég, de tíz és és egy megkezdett két darab résszel. Oké, okay. szóval a Bohémia jött, hogy visszaszerezze a területeit. És ez sajnos egy a, logikus dolog volt tőle, és várható volt. Ha most én mindenkit el Ennyit arra, nem fogok háborúzni egyébként. Ha most mindenkit felállítok, akkor... Az nekem jó lesz? Már még nyilván az nem lesz elég ember. De valamennyire csak jó lesz, csak ugye nagyon sok pénzbe fog kerülni. 35 nap, amíg mindenki elkészül. És valószínűleg mínuszba fog menni vastagon. Pénz én be tudok hívni szövetséges... Vannak szövetséges egyáltalán? Szerintem nincsenek. Vannak dinasztia tagok, és vannak uh, house members, mondjuk Queen Clara of Denmark, akit behívhatnánk 448 emberrel, King Alec of Aragorn, Aragorn, Aragónia, kit, 3.000 emberrel mondjuk az hasznos lehet, csak mindenki messze van. Countess Olga of Pulzen, őt például behívhatnám, de nem hívhatom be, mert a Líze ellen nem tudom behívni. Crusader Galicia, Tarragona Szerdánia, Prince Béla of Poland, ő neki 374 embere van. Ezen kívül nem nagyon vannak szövetségeseim, megpróbáltunk viszont szerezni. Méghozzá azzal, hogy a lányaimat kiházasítani, ő a legidősebb Róza most ha nézzünk egy Alliance Pilot, akkor akár Bizáncot is be tudnám hívni, vagy a HR-ét. A HR-re valószínűleg nem fog menni, mert hogy HR ellen háború, jó, nem teljesen HR ellen, de értitek. Viszont a Bizánc az akár működhet is, de akkor már ne a legidősebb, hanem a legfiatalabb lányunkat adjuk hozzá. Vagy próbáljuk meg hozzáadni a bizánci herceghez. Alliance Power, Prince Maximus of Bizáncium, és el is fogadja, amivel nekem megint csak Bizánc egy erős szövetségesem lesz, és ha minden igaz, akkor már hívhatom is őket a háborúba. Ez igazából csak azért kell, hogy mindenképpen legyen az elég ember, 13 ezer katonát hoznak, tehát elvileg nekem nem is kéne mindenkit felállítani, de az a biztos, hogyha mégiscsak megteszem. Jó, mennyi pénzt fogok veszíteni? Amúgy nem sokat, most jelenleg másfél aranyat veszítek, Uh, és még nem állt föl mindenki, de majdnem mindenki. Elvesztettem a sebesülésemet. yes! Befort a sebem, ami azt jelenti, hogy most már csak sebes vagyok. Ami igazából nem ad semmi negatív dolgot, hanem prestízet pluszban, és ráadásul ettől még helyesebb is leszek. Um, Továbbra is megvan az, hogy beteg vagyok, viszont így most már fájnyra felment az életem. A végén még túl fogjuk élni ezt az egészet. Te jó ég! Na jó, itt van egy uh, sereg aki nyilván megy intézni a maga a kis dolgát. Én addig nem mennék bele semmibe, míg a bizánciak meg nem érkeznek. Már amennyiben, aha, jó, szerencsére jönnek segíteni. Szóval hagyom, hogy itt ostromolgassanak. Esetleg én megyek ide éjszaknak ostromolni egyet addig, vagy kettőt, egyet kettőt. Ugye ez a két sereg, ez, vagyis ez a sereg, ez simán lehetne kettő. És akkor nem fognak elszevenni akkor a lemorzsolódás sem. a pápát közben elkapták. És meghalt valaki a börtönömben, kikaptál a pápát. És meggyógyultam! Jé! Yeah. <laughs> Igen! <laughs> Amúgy a, a, a kapták el a pápát. Jó, nagyszerű, visszajött az életkedvem. Elvesztettem gyakorlatilag a Bosch wound Treatment, az, az megmaradt. Viszont lement az életem... Aha, oké. Okay. Az érdekes játékmanikák miatt most lement az életem púrra megint. Mert ott van a Bosch Wound Treatment, ami nyilvánvalóan. Um, tehát azt counterölte, vagy. Igen, mondhatjuk, hogy azt counterölte az, hogy besegített nekem, hogy gyógyászom, viszont most már nem segít, mert hogy elmúlt az, ami területek counter. Mindegy. Szóval, ja, Furi, nem tudom megkérni, hogy segítsen rajtam megint. Azt hiszem, egy darabig nem. Szóval most megint nem vagyunk teljesen kint a vízből. Ami azt illeti. Ide nekem kéne egy olyan tábornak, aki tud ostromolni. Van olyan, aki ilyen tök jó ostromban? Nincs. Hál' Istennek. Három és fél aranyat veszítek egyébként. Most beveszik ezt, viszont ugye az egész vorgól az ez. Az összes ö, erődöt be kell venniük, ami a környéken található ahhoz, hogy meglegyen nekik a vorskor, vagy elkezdjen felfelé kattogni a vorskor. Ami nem fog megtörténni addig, amíg a bizánciak ideérnek, szóval én nyugodtan Fókuszálhatok itt a háborúskodásra, vagy az én és az ostromokra, meg ők is az ostromokra, és közben megérkeznek majd a bizánciak, és minden jó lesz. Igaz? Ó, már itt vannak a határban, nagyszerű. Pénzt szeretnék ebből látni egyébként. Most jelenleg 1095 aranyat ígér, hogyha megnyernénk. Tehát, hogyha ténylegesen megnyerjük ezt a háborút, ezt a védekező háborút, nem pedig csak x-re hozzuk ki, akkor az 1095 aranyat adna. Ezt az ostromot mondom, el fogjuk veszíteni, de nem, azt nem szoroz. Talán annyira fontos emberek sem laknak ott, hogy ez probléma legyen feltétlenül. Elveszettük Hich Hichla ostromát, és úgy látom, kezd összeállni itt egy sereg. Valószínűleg erre jönnek itt fent éjszakon. Vagy őt akarják megállítani az ostromban. Két hónap van hátra, úgyhogy valószínűleg ezt az ostromot fel kell adnom. Mert hogy jönnek ide, és, és simán megvernek ennyi sereg. Mennyien vannak ezek? Kett? ez hár, ez 6500, 7, 8000 ember versus az én picit előnyben vannak. A megfelelő counter még akár működhet és Ez itt lovasság, amilyen vannak pikásaink. Ezek, ó, mindenfajta egységeik vannak sajnos. Tehát valószínűleg a counter nem, működ, nem, nem fognak annyira működni, amennyire szeretném. Hmm... Vállaljam ebbe a csatát. Lehet, hogy problémás lenne, de lehet, hogy meghalna pár olyan emberem, akit szeretném, hogy meghaljon. Plainsen védekezünk. Pá Vá Vállaljuk be a csatát. Összevonom ugye itt a seregeimet. A legjobb tábornokom ez a 26-os, Army of Zsolna. Igen, jönnek is. Jó, hát várjuk szeretettel őket valószínűleg el fogjuk veszíteni ezt az ütközetet. Ó, oh, főleg, hogy ja, 12 ezeren vannak. Na nem baj. Mondom, nem aggódok, mert a Bizánc... A Bizánc még mindig veszélyesen messze van. És most elmenekülni kell és megverném ott a monster sereget. El tudok még menekülni? Nem. Arra el tudnék, de elszenvednék át viszont. Úgyhogy csak hold your grounds, guys. Tartsátok a földeteket. Igen, azt mondja, hogy a több jobbak a counterök és Nézzetek, csak így vagyunk egyenlően. Még, és még nem érkezett be az a 6200 ember, aki fog segíteni, szóval mindegy is. Kit akarok éppen megölni? Prince Máté. De nem kéne megölnöm, igaz? Írtátok, hogy... Tehát igen, ö, beszéltünk erről az előző részben, hogy most visszaszerezhetem Erdélyt, viszont hogyha Prince Máté életben marad, és születik egy fia, és az a... Amúgy terhes már az asszony. Akkor ő behozná, vagy behozhatná az országunkba Provence-ot. Terhes az asszony. Ha most meghalna a Dúd... Nem tudjuk mióta a terhes sajnos. Ha most meghalna a Dúd, akkor... Uh, mármint Prince Máté. Megkapnám a területeit, viszont... Uh. Ugye Árpád kerülne akkor itt a trónra, viszont hogyha Árpád is kerül a trónra, ettől függetlenül nem jönne be automatikusan alánk. Jóval később majd ez a Provence tartomány. Hát, hát, igen, ez probléma. De én azért csak megölném. Ha, ha szabad, akkor csak megölném most már, aztán tényleg. Nekem kellenek azok az erdei területek, el, de mit? Oké, okay, jönnek még mindig az utánpótlások. Jól tartják magukat egyébként az embereim, de ez sönös, kevés lesz, úgyhogy azonnal vonulunk is vissza. Öltünk, amennyit ölhettünk, még nem tudunk visszavonulni, akkor majd mindjárt. Gabriel jött hozzám, hogy arról van hogy Gizelbert piszkálgatja őt. Your will is only loaded truly matters. Egyedül a te szavad számít. Vagy pedig... Uh, a mész, maradj rejtve, vagy pedig miért nem bújsz el a szobádban inkább? Én mit ajánlanék ezek közül? Én paranoiás vagyok, szadista és türelmetlen. Biztos nem azt, biztos nem ezeket. Türelmetlenségem miatt szerintem inkább ezt. Your will is the only law truly és ez megadja nekem az arbitrary trétet. Ami és a fiamnak, a bizonyos nem ideális. Van biztos rácok. De még mindig jobb, mint hogyha... Oké, okay, akkor ide vonulunk vissza. Még mindig jobb, mint a, a többi. Plusz Ugye nem ideálisra játszunk, hanem arra játszunk, hogy mit tűnik valószerűnek. Na lassan csak megérkezik Bizánc, bár az is igaz, hogy egy Bizánc serege kicsit éppen hogy elég lesz. Ez ellen a serege ellen, főleg, hogyha itt összerakják magukat. Remélem, hogy hoznak nehéz lovasságot, mert az mondjuk még segíthet, illetve én is be tudok segíteni nem sokára. De azonnal indulatok vissza ebbe az irányba, közben Empress Prüps a feleségem megint terhes lett. Na hol érdemes rátámadni? Valószínűleg itt a Zsolna, a Zsolnai sereggel ide a hegyekbe. Uh, nem. Nem fogok fizetni Péter Borsának, hogy, hogy, a területet térképezze föl, de én sem fogok elindulni, mert lehet, hogy még attól stresszes is lennék, úgyhogy, úgyhogy ezt inkább csak hagyjuk, hagyjuk így ennyiben. Mandeán szín Olténia. Kik vagytok ti, Mandeánok? Dualista hit, mi a franc? Ti nem is vagytok keresztények? Uh, mi az, hogy dualista hit, az kihez tartozik? Ebramik. Ha. De mi őt hítik gonosznak gondoljuk, tehát őt például sem tudom tartóztatni. Vagy hát, ha megcsinálja az úra. Most egyenlőre hagyjuk, hogy intézzék maguknak a dolgaikat. Jep, jön a segítségnek Bizánc, és innentől kezdve ez sima lesz. Ez is sajnálom, hogy vesztettem vár embert, lényegében fölöslegesen. Jaj, Dacia Agnes, mert ez csak a baj van. De komolyan, most miért kellett beállni a dual a Mandeai hitnek? Most így jobb neked? olcsóbb lett a kenyér, vagy, vagy micsoda? Látjátok, sima, 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 sima. Innentől kezdve. Bizánca jó ötlet volt szövetséget kötni. Majd valószínűleg a második lányomat adom a... a császárnak. A római császárnak. A német-római császárnak. És akkor uh, meg lesz a nyugati kereti szövetség. Melyik sereg nem mozog most? Ez. Igaz? Igen. Te gyere és... Nálad vannak az ostromgépek, szóval menjél Hradecra. Nem egy elég erősen kiépített erődrendszernek tűnik egyébként. Itt lesz még egy csata, de ezt megint csak simán nyerem. Nem tudom, szereztünk-e valaki értékes foglyokat, csak olyan érté értelemben értékes, hogy ki tudjuk ranszomálni őket. 155 arany, és a másik pedig majd 155 arany lesz, de még nem tudja kifizetni. Úgyhogy kicsit még várjuk, amíg a... Megtörténik a, a megfelelő pénz összeszedése, úgymond Available Dynasty Legacy Ugye mehetnék ezzel a Studios youth al Dynasty Members Get Better Education Traits Ez mondjuk hasznos lenne, nem? Ja, ez, ez, mindenképpen hasznosabb, mint ez. Úgyhogy most megyünk ezzel. Ugye ez a két sáv, amit egyszerre csinálunk. És akkor elvileg így jobb education trétek lesznek, ami magával vonja azt is, hogy jobbak lesznek a... Kiátkozták a verszi királynőt. Szóval jobbak lesznek a, a XP szerző képességeink. Lényegében ezt jelenti ez a dolog. Ha jól értem, akkor az education trait ez ezt jelenti. Például ami itt van, hogy... Nem ezt, hanem azt hiszem ezt. Igen. Education Trade Fortune Builder, ugye amelyet nekünk plusz 30%-ot, mert hármas szintű. Minden monthly lifestyle, stewardship lifestyle experience-re. Viszont uh, ez azért nagyon fontos, mert így erre 30%-a gyorsabban szerezzük az XP-t, mint a, a, többi fókuszra szereznénk. Nem vonuljunk vissza egy picit. Gyűjt! Úgyhogy uh, Egyszerűen több trétünk lesz gyorsabban, ennyi. Az a szín. Oké, okay, meghalt. Mi? Meghalt a dude. És pont megszületett Magdolna. Ó, Magdolni! nem akartak téged is megölni, de nincs más választásom. Mert pont megszületett a lányuk. Ráadásul lány, szóval azzal se lettem volna sokkal beljebb. God damn it. Jó, szerencsére mindenki meg akar Magdolnát. Úgyhogy nem kell tőle aggódni. Mondjuk ha megtudják attól még mindig kicsit morci lesz mindenki, de jól, halakul, jól, alakul a dolog. Azért sajnálom, hogy, hogy nem jött össze az, amit szerettem volna. Grimald, pedig milyen háborút vívtunk Provenceért. Grimald meghalt közben, aki hát már érett egy ideje. Mindenfajta fura dolog zajlott, itt Grimalddal kapcsolatban. Nevezzük ki Ágnest, viszont Ágneska ugye tudod, hogy ez nagyon nem király, hogy te ilyen nagyon fura dolgokban hiszel. Hogy állnak ezek az akár kicsodák? Csomóan vannak. Jézusom, és miért nem szól emiatt a királyuk, amúgy? Én a császáruk vagyok. Lányom született csillag, fantasztikus név. Szóval én, miért a császárnak kell emiatt szólnia? Ja. Aha, értem. Ö, ki a másik, aki átállt? Valami idióta volt. Te vagy például, ez az Abszolút Egység. Mindenkit megkérünk, hogy legyen olyan szíves, és ne csinálja ezt a hülyeséget. Mert amúgy szerintem le tudnám tartóztatni. Nem? Nem jár ezért nekem bebörtönzési jog? Senki nem hallgatott rám. Szóval, miért nem jár be bebörtönzési jog? Hát az a mi szemünkben az ő hite evil. Tehát azért én csak bebörtönözném már, ha egy mód van rá. Amúgy annyira kértétek, srácok, a, a háborút. Itt a. Ki ez? Bohémia ellen megkaptátok. Óvatosak legyetek azzal, hogy mit kívántok. Ez szóval a seregek közben elindulok erre. És lehet, hogy megpróbáljuk bebételni az ellenséget, hogy a szövetségesünk segítségével meg tudjuk őt ölni. Szerintem akár sikerület is. Jó, ide átjövünk. Mondjuk ott plainszem vagyunk, ami nem ideális. De jön az utánpótlás. Sajnos nekik is, de szerencsére nekünk is. Kántia Fehérvár. Wait, wait, what? Kántia Fehérvár. Mindig elfelejtem, mit csináltam az előző részekben. Ó, oh, Kántia Fehérvár. E, nem kell, hagyjad. Tudod, mint dolgozz inkább, dúd. Most ám meg lesz a Kántia Fehérvár. Inkább azon dolgoz, hogy beszérd már meg ezzel az idiótával. Hogy ne legyen már, izé, ilyen dualista hitű. Tudom, dualizmus az nagyon nagyot fog menni, de kb. ezer év múlva. És akkor is inkább politikailag. Gyertek srácok, gyertek, gyertek, még ide értek, jó van, oké. Okay. Befutottak még a parti végére, hát Istennek. Hét hónapig tart Prága Ostroma, az mondjuk elég sok idő. Jó, szuper, menjünk vissza Ihl Ihlvába. És uh, kiátkoztak. King Borivoj kérte meg, hogy kiátkozzanak. Menj a francba King Voi oké, okay, technikli morávia hozzá kéne, hogy tartozzon, de ettől függetlenül nem csináltam semmit, hogy kiátkozzanak. Oké, okay, szadista vagyok, de hát az nem bűn. Jó, technikli bűn, de akkor... A oh, francba. Mit jelent ez, hogy kiátkoztak? Monthly piety, mínusz 50 százalék, nem mintha nem lenni mínuszban amúgy. És minden katolikus kicsit megutál, és... Uh, és... Ja, letartóztathat bárki. Para, figyelme, pápa! Szerintem meg King Bori az, aki egy pöcs. Az akkor mi van azzal? Seek indulgencies, you cannot excommunicate. És akkor itt is várni kell, mint a CK2-ben, hogy, hogy elmúljon az excommunication hatása. Mert ez egy vidám sztori lesz. Hogy csak itt üljek a seggemen és várjak. El tudok-e menni pilgrimage-re? Nem. Jó. Most már elég jól állok élet tekintetében, úgyhogy elkezdhettem kiárosítani az embereket a börtönömből. Egyik sem fontos. Aranka! Aranka, szeretlek! Mehetsz. 155. Elég jó pénzeket kapunk ezekért. A dúdokért. 155. Úgy látszik ez a standard. A... Valószínűleg az egyik trétemnek köszönhetően. Hávon még marad, mert Hávának az apukája még nem gyűjtött össze elég pénzt. És megtámadtak, is, és... és elveszettem az ostromot. Rohadt élet. Nem vettem észre, nem figyeltem. Meddig vonulunk vissza? Hát a világ végéig csak is. És amúgy az élet, ők se figyeltek. De bizánciák se segítettek be nekem. Újabb stewardship perk. A meg van már. Nincs. Holdik taxis minus 15 Aha, kérem szépen, köszönöm. És már is pozitívan vagyunk, bár ez inkább annak köszönhető, hogy meghalt egy csomó egységünk, mint ennek a plusz 10 nak de legyen. Itt van egy nagy csata. Amit viszont lehet, hogy elfogunk fogunk vesz... Á, nem, nem fogunk elveszíteni, mert a 6000-es sereg az másra van elfoglalva. Szóval az a csata is meg lesz, illetve ez az ostrom is el fog készülni most már. gyere közelebb, vagy gyere vissza. Főleg az ostrom gépek miatt küldöm őt vissza a csatába, vagy a háborúba, vagy a frontvonalba. Mert maguk az egységek ugye töltődhetnének még akkor viszont meg kéne itt állni, hogy töltődjenek, de az sokkal fontosabb, hogy az ostromgépeket vigyék, plusz ugye nem kell most annyi sereg ehhez az egész háborúhoz, mert a heavy liftinget az bizonyt csinálja. Oké, okay. if it is a point for carbs you're interested in, uh, can be you. Építhető nekem egy szép uh, csónakázó tavat, vagy ilyen kacsaúztatót. 165 aranyba kerül, viszont mindenki nagyon örülne neki. Vagy még jobban örülne neki mindenki, nem ugyanannyira, Uh, viszont 81% az esély, hogy uh, olcsóbb lesz, és 18% az esély, hogy drágább. Hát, uh, nézd, én alapvetően nem vagyok se greedy, se a másik, tehát nem vagyok se a se a másik, úgyhogy... Uh, próbáljuk meg, ezzel adásul jársz 100 Stewardship experience-el is. Csak 85 aranyba került, yes! Olcsósítottam az árakon... Ne ide gyere már, dúd! Bár most ezt a két sereget akár egyesíthetjük is. És megöljük vele megint a seregeit. 68%-on vagyok. A csatagyőzelmek is szerintem elég jól fizetnek Warscore tekintetében. Halnak az embereim? Persze halnak, hogy ne halnának. Defenseless. lesz? Hát igen. Biztos meg akarok ölni egy gyereket? Nem akarok. Meg van kötve a kezem. Yep. What's next on my list for today? Mivel szadista vagyok, ezért uh, az, azt válaszolom arra, hogy meghalt a gyerek, hogy oké, okay, mi a következő napi rendi pont. Viszont megkaptam a területeket, amikre úgy áhítoztam, vagy ácsingóztam. Torda fejér és vár megint az birodalmam része. Mármint nem a birodalmam, az uradalmam része. Igyekszem majd jól használni ezeket, birodalom-uradalom, mert nem mindig sikerül. King Péternek, Moldávia királyának módosítatom a szerződését. Szerintem te tudsz többet itt fizetni, Péterkém. Nagyszerű, és akkor már csak annyit kell csinálni, hogy viszont most már nem tökölök. Az egész ember rámegyek Prágára és Prága ostromára. Főleg, hogy itt jön szembe egy sereg. Érdekes mód, hogy itt át lehet menni. Et nélkül. Pedig itt van uh, Császlaver amit uh, nem vettünk be. Újabb csata. Amúgy jó nagy pölcs vagy te, Bori Hogy kiátkoztattál. Én nem tudok téged kiátkoztattatni? Nem is tudom, mi kell ahhoz, hogy kiátkoztathassak valakit, de ő, ő most, most... Van egy kis grudge-om ellene, úgyhogy valószínűleg megpróbáljuk majd pokollá tenni az életét. Sajnos szerintem elfoglalni nem tudjuk bohémiát. Vagy legalábbis nem egy hamar. 8600 emberre van a német-római császárnak, az elég sok ember, de szerencsére talán... Öh, nem, nincsen más problémája, nem. Igazából most ő eléggé csillel. Vagy össze tudom adni a lányomat most vele? Vagy hát nem vele, de értitek. Itt van egy lányom. Um, az kéne, hogy... Lions Spire... Bajorokat tudnám behívni. Vagy tudnék velük szövetséget kötni. Most a HR-vel nem, vagy a dánokkal. A dánok lehet, hogy megvédenének. Ez a House Estrid, nem ez érdekel, hanem ez. 982 ember, jó, lehet, hogy mégsem védenének meg. Visszavonom. 6 hónap, 5 hónap is elvileg vége a háborúnak. Lehet, még hamarabb is vége lesz. Főleg, hogyha esetleg egy. Igazából szerintem egy ostromra vagyunk a háború végétől, és ez 2%-on van. De azért jó lenne kifosztani mondjuk Prágát, nem? Csak jól fizet. 42 arany. Annyira nem fizet jól amúgy. Jobban belegondolva. Semmi fontos nincs itt. Ja, semmi fontos nincs. Ezek mind problémamentes lázadások. 25 nap, közben ő megpróbálja megölni azt az egy lovagot csórikám. Ú, uh, megmenekült a lovag! Szóval itt van uh, Theophlactas vagy kicsoda. Csórikám, egyedül sétált idáig. <laughs> Bizáncból. Nem kellett volna jönned. Ó, haza is ment. Nagyszerű. Na, meg is van a 100% force score, még várunk 50 napot, amíg sikerül bevenni ezt. Már csak azért is, mert nem csak, oké, okay, 40 akárhány arany, az nem sok, de szerezhetünk rabokat. És az elég hasznos tud lenni. Abból megszedjük magunkat például. Most mennyi rabom van? 10. az tök jó. A feleségem sok időt tölt azzal, hogy hogy a, a, szol, a... nem a szolgáival, hanem az őreivel utazza az országot. Sok dologban tud engem képviselni. És... és... segít igazából mindenben. My Empress and I stand ready in defense of the realm. Együtt védjük az országot, 150 prestige. Vagy... Vagy mondhatnám azt, hogy terjeszthetsek a félelmet ami jónak tűnik, vagy pedig erősen, mindenkinek félnie kéne engem, és ö, ugyanakkor imádnia. Ezt kell választanunk, mert ez a szadista opció. Ez ad 12 dreadet ad 150 prestízet, viszont a feleségem kap 48 stresszt, és kicsit meg kicsit, kicsit úgy érzi, hogy lehet, hogy mégsem ideális az, a, az, az, az ahogy én nézem a világot, szóval, ja, mínusz 20 vélemény röviden, tömören összefoglalva. The Young Mediator, Aranka... Arankát megprotek piszkálni, Gábriel közbelépett. Mondhatnám neki, hogy legyen nyugodt, de nem mondhatom, mert én is én sem vagyok nyugodt. Mondhatom, hogy legyen bátor. Vagy mondhatom, hogy legyen Isten félő. Hm, Bátor vagy istenfél? Hát is istenfél semmiképpen nem vagyok, ez alapján, a is alapján, vagy a, a piét alapján, úgyhogy legyen bátor, súr. Sure. Katton egy csomó stresszt, viszont azt el is kezdjük ledolgozni. Nem tudjuk redolgozni, de fíztel le tudjuk dolgozni. 250 arany, megtartjuk a kaját, csókolom. Közben megvan az ostrom is, erről elfeledkeztem. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen ünnepség, hogy megnyertük a háborút, ez a, ez a lakom, ez arra van. Egyébként 1500 forintot ad nekem ez a nyomorult szerencsétlen. Bye! Te rohadék! Remélem, örülsz neki. És megörököltem valákiát. Az ez. Havasalföldet. Mi történt? King Dezsővel mi történt? A testvérem volt, ugye? És... Uh, smallpox miatt halt meg. Oh... Oh no, anyway, most egyébként, van most olyan testvér, akinek nincsen földje, szerintem nincs, mindenkinek van, akkor odaadjuk valakinek, valami randónak, mert ha megtartom, ugye most túl sok földem van, 11 per 9-en vagyok, és ezek, ezek mindezek, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és még van valahol egy. Ó, oh, kolob, kolobrzeg. Tehát elvileg akkor meg tudom tartani. Csak kolobrzeget kell kiadnom valakinek. Meg egy másikat, ami szörényt talán, ami annyira nem is fontos. Erdődi Dezső. Jaj, nagyon tetszik a neved. Te leszel az új úr itt. Jó szórakozás. És te ki tartozol a papíron? Ennyi pomerania? Én nem ragaszkodom pomberálni az egyébként. Odaadom dezőnek. Ja, viheted. És akkor ezzel most 10 per 9-en állok. És uh, így viszont szörény Káplunga és szalafát. Azt hiszem szörény és Kalafat vagy szalafát egy alá tartozik, tehát Olténia. Tehát megtartom az olténiai címet. Megtartom a szörényi címet, és megtartom a királysági címet, és így jó lesz, meg kampulungot is megtartom. És ez mind-mind oda tartozik. Havas alföld alá. Jó. Akkor kalafatot kiadjuk. Kinek adjuk ki? Bocskai? Mondjuk egy bocskainak fan lenne szerintem kiadni. Ja, adjuk ki a bocskainak. Jó szórakozást. Csak a 9 per 9 en vagyok, és senkinek nincsen semmi problémája ezzel. Legalábbis ajánlom, hogy ne legyen. Viszont ezzel le is telt a mai játékidő. Köszönöm szépen a figyelmet. Innen folytatjuk a következő részben, amikor bosszút állunk rajta. Meg megpróbálunk kikerülni ebből, hogy én ki vagyok átkozom, mert ne vicceljünk már. Ó, barátkozom kell vele. Oké, okay, próbáljuk meg. Sziasztok!